Hihetetlen jó ötletem támadt. Hallod-e te gyerek? Miért nem veszel inkább mézes kalácsot? A kis cimbora nagyon értetlenül nézett rám. Utóvégre is nekem kellett rajta segítenem, a markába nyomtam a legnagyobb mézes kalács huszát, és kitesékeltem vele az ajtón. Tiszta hangképzés, pontos olvasás, helyes hangsúly, hanglejtés, megfelelő tempó, természetes hangerő és az írásjeleknek megfelelő tagolás. Ezek alapján pontozta a zsűri a gyerekeket a Jázmin iskola szép olvasó versenyén, melynek elsődleges célja, hogy a gyerekek már kisiskolás korban megtanuljanak érthetően hangosan olvasni, és hozzászokjanak a közönséghez. Hiszen minél többet szerepelnek, annál könnyebben veszik majd az ehhez hasonló akadályokat a későbbiekben. Évek óta hagyomány már iskolánkban, hogy ezt a szép olvasó versenyt megrendezzük a város és a város környék iskoláknak. Szerencsére viszonylag nagy létszámmal vesznek részt ezen a gyerekek, most is 21 darab harmadikosunk és 18 darab negyedikes kisgyerekünk érkezett erre a versenyre. A verseny előtt a gyerekek már ismerkedtek a szöveggel, de a felkészülés az nem csak a begyakorlásról szól. Végül is a versenyre elsőtől kezdve készülünk, nekem most első osztályosaim vannak, igaz, hogy nem én tanítom most a magyart, de korábbi évek tapasztalatából tudom, hogy rendszeres napi gyakorlással, tehát az órákon nagy hangsúlyt fektetünk a hangos olvasásra, sokat olvasunk hangosan, délelőtt is, délután is a napköziben, és természetesen valamennyire a szülőktől is kapunk segítséget, hisz otthon ők hallgatják meg őket. Ezen kívül a versenyre úgy készülünk, hogy előtte 4 héttel kiadjuk a gyerekeknek, a különböző iskoláknak a szöveget. Ők otthon tudnak gyakorolni, tehát nem teljesen idegen a szöveg, amikor megkapják. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kiállás, hogy kimerjenek állni, beszélni merjenek, és hogy tisztán szépen ejtsék ki a szöveget, amit mondanak, érthető legyen, és ehhez nagyon hozzátartozik a hangos olvasás is. Én is érzem magamon, hogy amikor izgulok, akkor ha már túl izgul az ember, akkor visszafogja a teljesítményében. De hogyha egy pici izgalom van csak bennük, az még előnyére is válhat a dolognak. Tehát az valamennyire hozzátartozik a szerepléshez. Az a fontos, hogy ne izguljanak nagyon.